A Páratlan Debreceni Párosok vendégei a Debreceni Tisza testvérek, a testvérpár, akiket a sport is szorosan összeköt. Nagyon sokat tesztek az emberek egészségéért, azért, hogy a sportos életmód, ez a szemlélet még jobban tudatosodjon a mai világban is. A ti életetekben hogyan kezdődött a sport Tibi nálad? Mikor kezdtél el sportolni? Én uh, már öt évesen elkezdtem sportolni, édesanyám meg és édesapám vitt le először focizni az olasz foci kezdtem palérozódni, és amikor már ilyen 7-8 éves voltam, akkor a húgom is, Mercedes is már babakocsiba ott ült az edzéseken, amire ő nem emlékszik, de már akkor ő, ő őt is megfertőzte szerintem a babakocsiba a sport, úgyhogy én már ilyen fiatalon elkezdtem, és hát ott palérozottam az olasz focisulébe, utána DVSC-be, és így mentem végig a szamárlétrán, és így lettem mb 1 játékos, később válogatott, úgyhogy nekem a sport volt az életem, és ezzel kapcsolatban ö, alakult minden. És Mercedes, mi neked nálad mikor jött a sport, és mit sportoltál? Hát, mint Tibi is mondta, ugye én a focipálya mellett kezdtem, és négy éves koromban vitt el ö, anyukám ritmikus sportgymnastikázni majd több sportágot is kipróbáltam, és végül a sportarobik lett az, ami a szerelem sport volt. Nyolc éves koromtól egészen 16-17 éves koromig verseny sportoltam, és utána kerestem a megoldást, hogy mivel is foglalkozzak, és a Pilates lett az, ami a második szerelem lett. Még visszatérve egy kicsit a gyerekkorotokra, amikor sportoltatok és testvérpárként, hogyan éltetek, éltétek meg egymás sikereit, volt olyan, amikor segítettetek egymásnak, támogattátok egymást, örültetek, mentetek egymás versenyeire, mérkőzéseire esetleg? Igen, hát amúgy azért volt egy picit nehéz ez, mert amúgy hétvégenként voltak a mérkőzések, az edzések ugye bár hétközön az edzéseken nem vettünk egymás edzésén részt, de amikor tehettük hétvégén, ott voltunk a másik versenyén, de hát ez nehéz volt, hisz nekem mindig meccsem volt általában, Mercinek mindig versenyek voltak, és ezáltal nehéz volt összeegyeztetni. Ez a szülőknek volt óriási feladat nálunk, hogy apukám mondjuk jött velem a focira, Mercivel ment anyukám a zerobikra, tehát ez ilyen szempontból nem volt egyszerű, de hát azért benne voltunk egymás életében, és tudtunk egymásról, tudtuk azt, hogy a másik mennyire sikeres éppen, vagy éppen milyen kudarcai voltak, de hála a jó Istennek, hogy sikerekből sokkal több volt mind a kettőnknek, úgyhogy ilyen szempontból nagyon pozitív a sport az életünkben. Ezt a hagyományt úgy ezt mi teremtettük meg a családból ketten, mert nem nagyon sportolt senki így a családba előttünk, de én azt gondolom, hogy elég jó példát tudtunk mutatni mindenkinek ezzel. Igen, ez egy életmód volt már akkor nektek, amiben a szülők azért nem minden napi dolgot csinálnak, mert támogatni ők, ugye a vállalkozók is nagyon sokat dolgoznak, családi vállalkozásban is, mind a két gyermeküket támogatták a nem mindennapi sportban, de ti ezt azért meghálaltátok, mert olyan szép sikereket értetek el, hogy mindketten bejegyeztétek magatokat a sportágaitokba. Mit adott nektek a sport? A ma felnőtt szemmel visszatekintve jó volt az, hogy már gyerekkorban ilyen élsportolók voltatok? Mit adott a mai életetekhez? Hogy látjátok? Én azt gondolom, hogy egy gyerek életében nagyon fontos, hogy sportoljon, mert ott tanulja meg azt, hogy kitartó legyen, és ott mindig van valami cél, amiért küzdeni kell. És én is ezt tanítom a gyerekeimnek, hogy ilyen is menni kell és sportolni. Úgyhogy minél hamarabb várjuk, hogy véget érjen ez a pandémia, és, és kezdjük velük is a sportolást. Nekem a, mindenképpen a fegyelem az volt, ami, amit nagyon megtanultam, mai napig alkalmazom, hisz időre megyek mindig mindenhova, és mindig általában pontos vagyok. És ez a sport nekem nagyon megtanította, hogy, hogy, hogy mennyire figyeljek ezekre a dolgokra, meg hát mellette a közösség, tehát mivel én csapatsportot csináltam, így futballoztam, így nekem az nagyon megtanította az, hogy az emberi kapcsolatok, a közösség, az, hogy, hogy viselkedjünk, hogy szocializálódjunk, akár külföldi játékosokkal, akár magyar játékosokkal, edzőkkel, felnőttekkel, hogy viselkedünk, tehát a sport azon felül, hogy egyre ragyogó dolog és egészségesen tart, mondjuk a versenysport az nem biztos már, de emellett rengeteg olyan hozadéka van, amit az életben nagyon tudunk használni, és ezt a mai nap is a mindennapokban is nagyon tapasztalom, hogy mennyivel könnyebb nekem az életnek bizonyos dolgai vagy kihívásai azáltal, hogy sportoltam, hisz most ha azt veszük, szombaton mérkőzés volt, ha nyertünk, akkor, akkor hétfőn ugyanúgy el kellett mennem edzésre, ha kikaptunk, ugyanúgy el kellett mennem edzésre, tehát nem állt meg az élet, és folyamatos kihívás volt, és folyamatosan meg kellett újulni, folyamatosan azt kellett szem előtt tartani, hogy ami hétvégén történt, az, az, már a múlt, és jön a következő, és mindig a következő feladatra koncentrálni, és ez mai fejjel például én a vállalkozásomban nagyon-nagyon-nagyon használom, tehát rengeteg olyan ismerősöm van, aki sosem sportolt, és sokszor elakad olyan szituációkban, amiket én görtülékenyen tudok venni jó, és Tibor, a sportban mikor volt az a pont, amikor a, úgy döntöttél, hogy a sportból vállalkozásba kezdesz, és indítasz egy vállalkozást, aminek szintén van köze a sporthoz? Igen, hát hála Istennek sosem a anyagi része motivált a sportnak, ezt köszönhetem annak is, hogy azért mondhatom a hugom nevébe is, hogy mindenünk meg volt mindig, hisz a szüleink azok mindent megteremtettek azért, hogy mi, mi jó körülmények közt éljünk ezáltal nekem sosem volt az első szempont a, az anyagi része, és itt a futball befejezése is valahol az befolyásolta, hogy mennyire okoz már nekem örömet az, hogy mennyire tudok a saját szintemen teljesíteni, amit elvárok magamtól, és én úgy éreztem, hogy eljött az a pont egy két és fél évvel ezelőtt, hogy már nem tudok azon a szinten teljesíteni, amin esetleg elvárnám magamtól. A körülményeim is olyanok lettek, hogy két gyönyörű gyermekem van, és szerettem volna velük minél több időt is tölteni, és, megváltozott megváltozott úgymond az életem. És azt gondoltam, hogy mivel DVSC-ben kezdtem a pályafutásomat, szeretném úgy lezárni, hogy, hogy a DVSC-ben, és akkor jött egy olyan alkalom, hogy még MB1-ben egy jó szereplő csapatban tudtam befejezni, és hát jött egy olyan gondolat is bennem, hogy mivel szeretnék foglalkozni, amivel nem szerettem volna soha foglalkozni. Pályafutásom alatt is mindig azt mondtam, hogy nem akarok gyerekekkel foglalkozni, Na most, hogy megjött a két gyönyörű gyermekem, így, így most meg úgy vagyok vele, hogy szinte csak gyerekekkel szeretnék foglalkozni, mert azt gondolom, hogy ott tudok a legtöbbet segíteni, és létrehoztunk egy olyan dolgot, vagy egy olyan vállalkozást, vagy olyan szervezetet, amihez úgy gondolom, hogy jó tartozni, és hát egy egyedülálló, még azt mondom, hogy Magyarországon is, de Debrecenben mindenképp, és hát ebben tevékenykedem, és, és nem volt nehéz ilyen szempontból, hisz minden nap is szinten ott vagyok az edzéseken, most is, most nem én rugom a gólokat, csak mondjuk bemutatom, hogy hogy kellene, vagy én hogy gondolom, de ez pót mm. olyan állam azt, ami mondjuk a foci által Elveszett, hogy abbahagytam. Úgyhogy végül is így alakult az, hogy futball után egy vállalkozásban kezdtem. Dolgozni. Igen, és ez nem csak foci, nem csak edzés, hanem ha jól tudom, ez egy komplet vállalkozás, tehát kompletten ö, foglalkozol a gyerekekkel, lelki egészséggel, nem csak testi lelki egészséggel is. Igen, 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 és ez azért is jó, mert összetudom kapcsolni sok olyan emberrel, vagy szakemberrel, akik ugyanúgy a sporthoz közel állnak, és végül is, hogyha nem is szakmailag, futball szakmailag alkalmazom őket, vagy, vagy dolgoznak együtt velem, hanem akár Merci is a Pilates révén, vagy azokat a kiegészítő dolgokat, akár kerincspecialistával dolgozunk, táplálkozási tanácsadás, pszichológus, kócs, személyiségelemzést csinálunk, tehát ezek a dolgok mind ragyogóan kiegészítik, és itt jött az ötlet is, hogy mi is ebben részt, vegyen, részt vesz, csak hát az én sajnálatomra, de hát az ő óriási örömére, meg az enyémre is várandós lett, és igazából ezt a dolgot még most kezdjük újra építeni, az ő szerepét ebben a menedzsmentben, mert azt gondolom, hogy neki is meg lesz ebbe a szerepe, ha más nem, akkor a, a hozzánk járó gyerekek szüleit esetleg tudja ő is edzeni, vagy a gyerekeknél is remek eredményeket tudunk ezzel elérni. Igen, milyen szép, hogy a vállalkozásban is együtt gondolkodtok, bevonod a testvéredet ebbe a munkába. Hogyan fogadtad a Tibi felkérését, mikor mondta, hogy te is kapcsolódj be az ő vállalkozásába? Nagyon örültem neki, mert amikor Tibi még el sportoló volt, ő is járt hozzám Piláteszre, amikor szünet volt, téli, nyári, foci mentes időszak. Egyedüli férfi <laughs> Igen, akkor, akkor ő is részt vett az órákon, és ő is érezte, hogy ennek milyen pozitív hatása van egy sport mellett egy másik olyan mozgásformát kipróbálni és használni, ami segítheti az ő pályafutását is valamint a, a, férjem is a futbalista, és neki is segítettem a rehabilitációban, a felépülésben, tehát tudom azt, hogy milyen pozitív hatásai vannak ez, akár a foci. Akkor a sikereidhez a testvéred is hozzájárult, neki is köszönhető. Abszolút, persze, hát azért is hiteles szakembereket veszünk be a menedzsmentbe, és hát ő azért hiteles, mert engem edzett. Így van, így van. Is. Igen, egyedüli férfiként igen, de azért megterhelő volt, nem? Hát nagyon, teljesen más mozgás, tehát... <laughs> teljesen más, mint előre futni a pályán, vagy egy kicsit kikapcsolni és csak, egy, csak magunkra koncentrálni. Úgyhogy nagyon örültem ennek a, ennek a összedolgozásnak, mert szeretnék majd a gyerekeknek is segíteni, akár nyújtás szempontjából, mert ezzel ugye megúfatjuk a későbbi sérüléseiket, sokkal könnyebb lesz nekik a pályafutásuk, hogyha ezeket a kis apró kis dolgokat elsajátítják. Nem is gondolnánk, hogy milyen fontos akár kiegészítő sportként, illetve akár az, hogy a mindennapokban be kellene vezetni ezt a sportot? Mennyire fogadják el az emberek, vagy nyitottak arra, hogy el kell kezdeni, vagy aki elkezdte, az már folyamatosan tudja csinálni? Mondjuk a Pilát -test. Nekem van olyan vendégem, aki 12 éve vendégem, és folyamatosan járt hozzám, és jár is még ebben a helyzetben is. Vannak fiatalabb lányok, van idősebb korosztály, mindenki megtalálja ebben a ebben a mozgásformában azt, ami neki tényleg a megfelelő, mert ez egy testi-lelki megújulás, úgymond egy óra hossza, ami tényleg csak ö, saját magunkról szól. Most a pandémia a karantén idején hogy lehetett kivitelezni a sportolási lehetőségeket? Én online, online. Ö, folytatom ö, ugyanígy heti háromszor a kis csapatommal. Ö, nagyon kedvelik, mert két perccel az óra megkezdése előtt is elég megérkezőjük, és két perccel óra után pedig már a családdal töltik a, az idejüket, valamint külföldről, vidékről, más városokból is tornáznak velem, úgyhogy egy kicsit kibővült a, a csapatunk, de természetesen nagyon várjuk a személyes találkozást is. Igen, annak is van azért varázsa, a sport azért közösséget formál, összekovácsolja az embereket. És a vállalkozásotokra visszatérve, hogy is Tibi elkezdted, a, építed a vállalkozást, itt a vállalkozásban a csapatodat hogyan építed fel? Még annyit szeretnék hozzátenni a hugom mondandójához. Nem magát akarja reklámozni, én egy kicsit reklámozom, hogy azért olyan szinten jó dolog ez, és olyan nagy büszkeség, hogy egy olyan nagy múltú klub, mint a DVSC is alkalmazza őt, és most a felnőtt csapat játékosainak ő tart pilates órákat és nyújtást, és már most ugyebár nyártól egy új vezetéselet lett a DVSZ-nek, és számítanak rá, tehát ez hatalmas elismerése szerintem a munkájának, és, és, ez azt is mutatja, hogy az élsporttal is össze lehet ezt kötni, nem csak az anyukák, akik esetleg nem elégedettek magukkal, hanem, hanem, hanem tényleg az élsportolók, olyan sportolók, mint akár a Zsuzsák Balázs, vagy a Bódi Ádám is, tök jó véleménye van ezek, erről a Piláteszről, és ez egy hatalmas visszajelzés, és itt jön az, hogy már megelőztük úgymond a korunkat, mert mi már a menedzsmentbe ezt szerettük volna prezentálni. Úgyhogy ilyen szempontból teljes mértékben van létjogosultsága szerintem ennek a dolognak. És anyukaként hogy tudod összeegyeztetni azért ezt a nem mindennapi elfoglaltságot és feladatokat? Nem könnyű, de. Ugye a lányom óvodába jár, a kisfiam pedig most kezdte a bölcsődét, úgyhogy így a napközbeni órákat így tudom megoldani, valamint a család a nagyszülők segítségét veszem igénybe a délutáni edzéseknél. Ők mennek, és akkor együtt programoznak, játszótereznek, amíg én pedig edzést tartok. Ez is milyen szép a család összefogása, összetartása. Igen, számíthatunk egymásra. És Tibor, a vállalkozásodban a csapatot hogyan állítod össze? A vállalkozást ezt eléggé úgy építettük föl, hogy eléggé rugalmas, tehát azért több olyan szakember is szerepel benne, akik velünk vannak, de ugyanakkor megcsinálják a saját dolgaikat is, tehát valahol mondhatom azt, hogy egy ilyen másodállásban dolgozunk együtt, mindenki a saját dolgát csinálja, és mellette a Tisza Talent Management meg valahol egy szívügye, én azt gondolom, hogy mivel két és fél éve létezünk, azért ez még olyan kevés idő ahhoz, hogy itt arról beszéljünk, hogy, hogy főállású emberek legyenek benne, de én, de én úgy ítélem meg, hogy egy rövid időn belül már ide is el fogunk jutni, mert annyi gyerek van, annyira sokat tudunk adni a szülőknek is, hogy én nagyon úgy érzem, hogy ennek létjogosultsága lesz a jövőben is, sőt, még nagyobb létjogosultsága lesz, csak hát nyilván az a, az egyetlen egy problémánk ezzel a dologgal, amit csinálunk, hogy ez nem volt eddig. Tehát itt az embereknek ezt meg kell ismerni, el kell jönni egy edzésre, meg kell tapasztalni, hogy ez milyen, vagy el kell jönni egy táplálkozási tanácsadóhoz, vagy egy Piláte órára. Ha megtapasztalja az ember, hogy ezek milyen dolgok, akkor utána már vágyni fog vissza, meg szeretne jönni és ahhoz, hogy viszont eljussunk az emberekhez ezzel kapcsolatban az idő, tehát és az idő az, az, az nem tudjuk legyőzni, nem is akarjuk, hanem szépen türelmesen dolgozunk és mondom még egyszer, olyan hozadéka van ennek és olyan pozitív visszajelzések vannak, hogy, hogy minden szempontból azt gondolom, hogy kell ezt csinálnunk és annyira sokat tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy szívesen Dolgoznak az edzők is nálunk, szívesen mindenki részt vesz ebbe. Valahol én azokat az embereket, mondhatom ezzel a szóval, hogy keresem itt a Tisza akik valahol küldetéstudatuknak érzik azt, hogy segítsenek a fiatal a tehetségeken és és az, hogy megkönnyítsék a, a mindennapjaikat, vagy a sportban lévő szerepüket, mert nekem az volt a. a gondolatom, amikor ezt létrehoztam, többet magammal, hogy mi az a dolog, ami nekem hiányzott a pályafutásomból. És ezen a mesgyén megyünk folyamatosan, hogy keressük azokat a dolgokat, amik, amik, amiket esetleg mi tudunk nyújtani, és hiányozhat egy, akár egy sportoló, akár egy gyerek, akár egy szülőnek az életéből. Nagyon szép, ezt nagyon jó hallani, hogy ezt mind pótolni szeretnéd, amit te átértél, és esetleg hiányosságok vannak, és ezt átadni, ez egy teljesen nagyon, nagyon profi cél, nagyon szép cél. Ezt a sport is adta neked? Igen, hát az adta inkább, hogy a tapasztalat. Tehát az, hogy én folyamatosan kerestem azokat a lehetőségeket, hogy hogy lehetnék jobb. És mentem ide, mentem oda, ilyen orvoshoz, olyan tanácsadóhoz ilyen pszichológushoz, ajánlott mindig valaki valamit, valakit, és akkor kiderült két találkozás után, hogy hát igazából lehet, hogy nekem nem is rá van szükségem, mert ő mondjuk nem is a sportban dolgozik, de mondjuk az egyik barátom ajánlotta, mert neki segített egy másik területen. És akkor én azt gondoltam, hogy mi lenne, ha hoznánk létre egy olyan szervezetet, vagy egy olyan dolgot, ahova az ember, hogyha fordul, akkor tudja, hogy mire számíthat. Amikor megyek a gyors étterembe, akkor ugyanazt a szolgáltatást kapom. Na most ugyanazt szeretnénk mi is adni, hogy aki hozzánk jön, az tudja, hogy mire számíthat, és, és megkaphassa azt, ami, ami, amire esetleg épp szüksége van, akár a szakmaterén, akár a, a külső dolgok terén táplálkozás, amit már elmondtam, mert, mert, úgy gondolom, hogy fontos, és mindenkinek az a célja a mai világban, meg erről szól minden, hogy dolgozzunk magunkon. És ha már a gyerekek fejébe ezt fiatalon bele tudjuk tenni, hogy tudatosak legyenek, akkor már szerintem nagyon sokat elértünk. Igen, nagyon szép cél a vállalkozás mellett, egy társadalmi szerepvállalásban is vagytok ezáltal. És ahogy mondtad, hogy a vállalkozást, ami újszerű idő és türelem, mi segít abban, hogy egy induló vállalkozást, egy márkát, egy módszert bevezess, és ehhez legyen idő és türelem kivárni, amíg a vállalkozás nem kerül arra a pontra, amikor már ismertés és keresik. Hát érdekes dolog, mert nem tudom, hogy ehhez, ez, ez, ez mi kell, én ezt úgy csinálom, ahogy érzem. Sok visszajelzés. Igen, a sok visszajelzés, a pozitív visszajelzések, meg tapasztalunk folyamatosan, tehát közben tapasztaljuk, nekem nem volt egy könyv a kezemben, amikor elkezdtem ezt, hogy hogy kell felépíteni egy ilyen vállalkozást, sőt, elkezdtem az egyetemet is, a sportszervezőit, és elkezdtük ma az első évet, megcsináltam, és azt tanultuk az első évben, amit én már csináltam a talent managementben, tehát ezt valahol érzésből, tehát ültem az órán, és akkor hallgattam, és mondom, hogy én ugyanezt csinálom, csak mondom, nem tudtam, hogy ez így kell, hanem egyszerűen a tapasztalatom. A sport úgy sokat tanított, tehát sok kapcsolatot szereztem vele, rengeteg olyan emberrel ismerkedtem meg, akitől tudtam tanulni, és láttam kluboknak a felépítését, voltam külföldön is, hogy építik fel ezeket a dolgokat, mire lehet szükség, és végül is ez egy szervezet, és ebből a szempontból azért ragyogó és nagyon jó kezdeményezés ez a részünkről, úgymond, vagy a részemről, és még a húgommal kapcsolatban is, hogy itt én mindig szoktam viccelődni, ha holnaptól kezen állva tartunk edzést, akkor kezen lesz az edzés, nem, nem lábbal rugjuk a labdát, mert ezt mi döntjük el. És ezáltal ez a szabadság, ez óriási, mozgásteret ad, viszont hatalmas nagy felelősség is, hogy mi milyen szempontokat követünk, de valahol én úgy vagyok összerakva, hogy én ebben érzem jól magam, tehát nekem nehéz lenne most beállni egy működő rendszerben, amivel mondjuk nem értek egyet, és abban dolgozni. Igen, és ez milyen szép, hogy a testvérként is egy értékben, egy szemléletmódban vagytok, és így tudjátok közösen sikerre vinni ezt a vállalkozást. Pont ezért szerintem, mert mind a ketten esportolók voltunk, és az sportnak azért minden területen hasonló a, a küldetése, tehát hogy a, a, a szemlélet azért az, az hasonló minden, minden tekintetben. Igen, meg a fontos a nyitottság. Tehát az, hogy mind a ketten nyitottak vagyunk, az újra, a jóra és ezáltal be tudjuk építeni ezeket a dolgokat. Szoktam azt is mondani, hogy ennek nincs, sose lesz vége ennek a tiszta talent mert mindig lehet bele új dolgokat vinni, mindig lehet bele új dolgot csinálni, tehát ez nem tudjuk, hogy hol a vége, és ebben ez az nagyon érdekes, hogy folyamatos fejlődéssel, folyamatos fejlesztéssel lehet újabb célokat megugrani, emberekbe integrálásával, nyilván még színesebb lesz, még jobb lesz, úgyhogy hát igyekszünk, és hát bízunk benne, hogy, hogy mindenki megedégedésére tudunk majd dolgozni. Én is ezt szoktam az óráimon is mondani, tehát egy bizonyos gyakorlatot mindig lehet jobban csinálni, csak akarni kell. Akarni kell és hit. Igen. Nem kérdés, de azért megkérdezem, hogy testvérként, mert látszik rajtatok az a testvéri szeretet, ez a testvéri erő biztosan a vállalkozás sikerét is fogja adni. Hát Motormia? ezt nem tudjuk, bízunk, bízunk, benne, hát ha még egy gyereket vállalok, akkor nehéz lesz, <gül> <gül> akkor nehéz lesz, de viccet félretéve én Milyen no, testvérként no, hogy együtt dolgozunk. Valahogy, igazából az együtt dolgozás az annyira friss még olyan szempontból, hogy most fog úgymond kezdődni, mert a Leo most ment el bölcsibe, tehát most lesz több ideje, mert ezzel foglalkozni, meg nagy célunk és álmunk egy egy olyan sportpálya létrehozása, vagy sportkomplexum, egy tehetséggondozó központ létrehozása, ahol tudunk mondhatom így 0-24-ben dolgozni, és akkor így abban már nagyon-nagyon sok lehetőség lesz, hogy, hogy akár délelőttönként, délutánonként, vagy közösen, vagy egymástól függetlenül, de dolgozzunk benne. Én úgy gondolom, hogy hogy biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni a közös hangot, biztos lesznek viták is, vagy olyan dolgok, amik, amik nem értünk egyet, de hát az visz előre mindenkit. De szoktak hogy... lenni egyébként? Hát, sokszor titkolózik előttem, aztán nem mond el dolgokat, hát akkor meg szoktam sértődni. Igen, igen. <laughs> nem, viccelek, viccelek. Nem, szerintem igazából köztünk nincs konfliktus, és a gyerekek, a gyerekeink az meg még közelebb hoztak minket egymáshoz, meg a családot is, úgyhogy elég erős a kapocs. Tibi és köztem hat és fél év ö, a korkülönbség, ez viszonylag nagy. Nekem mindig a bátyám volt. Az iskolába is mindig felettem járt, ugye nyolcadikos volt, én elsős, nekem ez egy olyan büszkeség volt. Én mindig kaptam tőle a finomságokat, a többieknek nem lehetett. Jött értem edzésre sokszor, tehát azért úgy, úgy ö, mindig meg volt közöttünk a kapcsolat. Igen, hát nehéz volt amúgy, mert a körülmények sokszor nem voltak adottak. Én 18 évesen elkerültem otthonról, és 30 évesen, azt hiszem 30 évesen, 31 évesen kerültem vissza a Debrecenbe, tehát azért nem voltam itt, nap mint nap, mint ahogy Mertz itt élt, de ne, is ettől is függetlenül nagyon sokszor volt olyan, hogy jártam a meccseimre, például Pestre is eljött anyukámmal, apukámmal, vagy a szüleinkkel, és akkor jöttek a meccsre hétvégén, ő is eljött velük, és akkor nem, sütött valamit, tehát hogy megvolt a kapcsolat, de nyilván azért ő lány, én fiú vagyok, hét évkor különbség azért mindig, az a hét év az, az azért volt rossz, mert mikor én 7 éves voltam, akkor ő akkor született. Amikor 14 lettem, elmentem Gimibe, ő akkor volt ö, általános iskolás, tehát nem volt hasonló az érdeklődési kör, azért nem is vagyunk... Ö, de a foci mindig járnunk kellett. Így van. <gül> <Ja>. <gül> Ugye, <gül> ő, Lány, én fiú vagyok, tehát a baráti körse volt olyan, de ettől függetlenül ahhoz képest szerintem egy elég jó kapcsolat alakult ki köztünk. És hát mindenki teszi a dolgát. Most már abban az időszakban vagyunk az életünkben, hogy nekem is kialakult életem van, neki is. Aztán, hogyha szabadidőnk van, vagy úgy van a dolog, akkor találkozunk, és, és együtt vagyunk. Most is hétvégén például úgy tervezzük, hogy, hogy a gyerekekkel együtt leszünk, meg általában így szoktunk nagyon sok közös programot is csinálni. És szülőként hogyan látjátok a gyerekeket, hogyan fogjátok őket majd a karrierjükben elindítani, a sportkarrierjükben? Illetve az, hogy kipróbálják a gyerekek, nézzék meg, hogy milyen egy sport, és csinálják azt, amit szeretnek, vagy ti ezt hogyan látjátok? Mindenképpen. Ö, annak idején nekem is anyukám többféle sportot ö, megmutatott, és aztán én választottam ki, hogy mi az, amiben jól érzem magam, és ugyanígy szeretném én is a gyerekekkel. Tehát, hogyha a lányom nem szeretne aerobikot, nem fogom erőltetni neki, ö, viszont azt fontosnak tartom, hogy sportoljon ugyanez a fiammal is, ha nem szeretne focizni, nem baj, de valamit, valamit kell valami közösséghez tartozzon. Nálam más a helyzet, mert nekem már a fiam 8 éves, a kislányom meg tehát ilyen szempontból Borisnak, a fiamnak azért adott volt, hogy ő a futballal kezdte, az apja apukája után, de egyszer sem volt még olyan a nyolc év alatt, hogy én mondtam neki, hogy menjünk focizni, ez pontosan azért volt, mert nem akartam azt, hogy esetleg ő azért egy olyan nyomásba kerüljön, hogy azért akar focizni, mert hogy megfeleljen nekem, mert rengeteg ilyen csapattársam volt, aki az édesapjának akart megfelelni, azért focizott és akkor jött edzésre és mondta, hogy Úristen, megint menni kell edzésre és apa itt van és akkor én még hallgattam ezt és mondom az én fiamnak nem szeretném, ha ezek az érzések benne lennének, tehát ez az ő döntése legyen, és hál' Istennek nagyon ügyes, a DVSZ Labdarúgó Akadémián palérozódik, úgyhogy büszke is vagyok rá, és segítünk neki, ahol tudunk itt a menedzsment keretében, és mindig, minden héten, ha lehet többször is edzésekre jár, tehát segítjük, amiben tudjuk, de nyilván ez az ő döntése, a kislányom pedig, ő meg egy nagyon kis cserfes, kis mozgékony, Lány, de neki még nem találtuk meg azt a, azt a sportot, ami esetleg az ő vélenne, de ettől függetlenül azért még ő egy nagyon picit tehát öt éves táncolni járt már, úgyhogy, úgyhogy meglátjuk. Én bízom benne, hogy ő is valahol megszereti a sportot, mert ha nem is a szakmai része, hogy sikeres lesz benne, vagy sikeresek lesznek benne, hanem az egész millió, ami körbeveszi ezt a, ezt a dolgot, az, azt meg kell tapasztalni szerintem mindenkinek. De ha megegeditek, majd velük is szeretnék beszélgetni, ők hogyan látják. Hát köszönöm szépen, hogy itt lehettünk nálatok, közelebbről megismerhettünk titeket, egy nagyon klassz testvérpárt, akik mutatják, hogy milyen jó testvérek, és együtt is tudnak dolgozni, és sugázik rólatok, tényleg az testvéri oszhang, amely a vállalkozásban is meg fog mutatkozni, biztos vagyok benne. Nagyon sok sikert kívánok nektek hozzá, és nagyon jó egészséget az egész családnak, mindenkinek. Köszönjük, Köszönjük szépen! szépen. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!